Kedves testvérem, kezdjük meg imádsággal alkalmunkat. Jó hálát adni neked, Úr Jézus, ezért a délutánért, és köszönjük a táplálékot, amellyel megajándékoztál bennünket. Testünket tápláltad, és hálásak vagyunk azért, mert ez is a te gondoskodásod megtapasztalása. Úr Jézus, te pontosan jól tudod, hogy ilyenkor álmosak is szoktunk lenni. Ez a szervezetünknek a jelzése, de hiszem azt, Istenem, hogy te ezeken felül is tudsz bennünket emelni, és az az imádságom, hogy most, amikor majd leülünk és énekben dicsőítünk, igehallgatásban dicsőítünk téged, vagy éppen bizonyságtételekben, imádságokban, szeretnénk ezt figyelemmel tenni, és kérlek, Úr Jézus, hogy te segíts abban, hogy mindazt, amit készítettél számunkra, azt átvehessük, és mindazt, amit rajtunk keresztül akarsz másoknak adni, azt átadhassuk. Kérlek, Úr Jézus, hogy ahogy délelőtt is velünk voltál, délután is maradj közöttünk. Amen. Vegyük kezünkbe a Bibliánkat, délelőtt ószövetségi igét olvastam, most újszövetségit szeretnék. Nyissátok ki velem együtt, testvéreim, a Bibliátokat, Lukács evangéliuma 17. részénél. Lukács evangéliuma 17. rész, és a 11. verstől olvasom a 19. versig. Hallgassuk meg fennállva. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fenn hangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Amikor itt állunk előtted, Úr Jézus, ezen a délutánon, szeretnénk a hálaadásban növekedni. Köszönjük, hogy nem húztál limitet, és nem mondtad, hogy csak ennyire lehet eljutni a te megismerésedben, vagy éppen a hálaadásban, hanem egy olyan korlátlan lehetőség perspektívál előttünk, amit úgy hiszem nem merítettünk még ki. Úr Jézus, arra kérünk téged, hogy miközben hallgatjuk a te igédet, közben formálj bennünket. Formáld a szívünket, a lelkünket. Segíts, Úr Jézus, abban, hogy lehessünk olyan hálaadó gyermekeid, akik számára a hálaadás az nem csupán egy pontszerű esemény, amit egy-egy nagy megtapasztalás után átélünk, hanem szeretnénk olyanok lenni, akiknek az egész élete egy hálaadó élet. Kérlek, Úr Jézus, hogy vezess ennek a felismerésében, és segíts abban, hogy ezt ne csupán értsük, hanem tegyük is. Amen. Foglaljunk helyet. Felolvasott igerész a Bibliában egy elég közismert ige szakasz. Talán többször is hallottuk, olvastuk, tanítottunk vagy prédikáltunk róla. Mégis úgy gondolom, hogy nagyon sok tanulsággal szolgál számunkra a hálaadás tekintetében is. Jézus Krisztus halad az útján, megy, teszi a dolgát, talán így mondanánk ma,
végzi a szabadítás, a gyógyítás, az igehirdetés, az evangelizáció szolgálatát, és egyik alkalommal azzal szembesül, hogy leprások közelednek felé. Eleve különleges ez az eset, hiszen a leprások általában külön-külön szoktak megjelenni, nem tömegben, csoportban szoktak menni, a Bibliában is olvasunk olyanról, amikor nem csoportban, hanem külön-külön jön. És tudjuk a lepráról, hogy ez egy nagyon fertőző betegség, tudjuk azt is róla, hogy ha valaki fertőző beteg, akkor nem szeret mások közelében lenni, mert óvja, védi, nem akar, hogy a mások elkapják azt a bizonyos fertőző betegséget. De az is tény, hogy valaki eljuthat a betegségnek egy olyan állapotára, amikor azt mondjuk, hogy már minden mindegy. Már nem érdekel. Nem érdekel az, hogy mi van velem, nem érdekel az, hogy mi van másokkal. Nincs reménységem, nincs hitem. Jöjjön, aminek jönnie kell. Azt sem bánt, ha másokat megbetegítek. Nincs miért igazán hálásnak lennem. Elvesztettem az egészségemet, az egészséggel együtt szeretteimet, talán munkahelyemet, családomat, kapcsolataimat, mindent. Miért legyek igazából hálás? És ha már itt tartunk, érdemes elgondolkozni azon, testvéreim, hogy mi is ilyenek vagyunk, mint ezek a leprások nagyon sok esetben. Hogy amikor elveszítünk valamit, valakit, akkor jövünk rá, hogy nem becsültük meg eléggé. Legyen szó családról, munkahelyről, rokoni kapcsolatokról, gyülekezeti kapcsolatokról, bármiről, amíg megvannak és amíg jól működnek, amíg természetesek az életünkben, addig nem szoktunk, valljuk be, nem szoktunk érte külön hálát adni. Hát ez a normális, nem? Egészségesek vagyunk, egészségesek a családtagjaink, van munkahelyünk, van gyülekezetünk, van mindenünk. És ezt nem szoktuk különösen úgy említeni, hogy na ez most háladásra méltók. De történjen az életünkben egy olyan, vagy ha történik az életünkben olyan, amikor Isten bizonyos embereket kivon az életünkből, akik fontosak, akkor jövünk rá sok esetben, hogy mennyire nem becsültük meg azt, ami közöttünk volt. Addig érdemes lehet hálát adni emberekért, helyzetekért, amíg megvannak. És addig kell is. Fontos ezt kifejezni szavainkban, tetteinkben, ragaszkodásunkban, mert eljöhet az az idő, amikor vagy te már nem vagy közöttük, vagy ők már nincsenek közötted, és akkor már nagyon késő szeretni, késő hálát adni, késő bármit is tenni érte, amikor már nem adatik meg ez a lehetőség. Van rá példa, és valljuk be, hogy van rá példa, és itt is lesz az igében, ahogy látjuk majd, példa arra, hogy Isten, amit megengedett, hogy eltávozzon az életünkből, azt visszaadhatja. Gondoljátok végig, hogy itt ez a 10 ember nagyon sokat vesztett a betegséggel, mindent elvesztett a betegséggel, és Isten kegyelméből visszanyerte. Miután meggyógyultak, visszamehettek a családjukba, lehet, hogy visszamentek a munkahelyükre, lehet, hogy újra megtalálták azokat az elveszített kapcsolati szálakat, amik korábban megvoltak, és az Isten helyreállító kegyelme megadta számukra ezt. És ez csoda, és ez jó dolog. De nem mindig kapjuk ezt meg, valljuk be. Van, amikor már olyan veszteségek jönnek az életünkben, amiket már nem lehet pótolni. Kérjünk tehát áldásra érzékeny szemeket Istentől, hogy amíg ott van életünkben az áldást hozó személyek, addig köszönjük meg neki. Az első gondolat, ami elém jött ezeket az igéket olvasva az, hogy nem érlegelj, segíts. Nem érlegelj. Jézus hatékonysági rátája 10-ből 10. És ennél jobb nem lehet. Nem tett különbséget aközött, hogy akik hozzá kiáltottak, milyen háttérből jöttek.
Segített a zsidóknak, és segített a samáriainak is. Olyan jó lenne megtanulni ezt a személyválogatás mentes segítségnyújtást. Mi mérlegelni szoktunk, én is, megmondom nektek őszintén, sok esetben. Megérdemli. Biztos ő tehet arról, hogy ide jutott. Vagy ő most áldozat, vagy okozója annak, hogy ide jutott. Bocsássatok meg, nem mindegy. Nem mindegy. De mi mérlegelünk, gondolkozunk, összeadunk, kivonunk, vajon ha segítek neki, meg fogja köszönni? Mivel segítek neki? Vajon nem fog visszaesni? Nem kidobott pénz, felesleges erőfeszítés az, amikor olyanokba vetünk, akiktől nem várhatjuk azt, hogy vissza is kapjuk. Nagyon sokszor ez a kalmár szemlélet van bennünk, hogy mi azt szeretnénk lemérni, hogy amikor adunk, segítünk, akkor ebből mennyi fog visszajönni. Akár a mi életünkbe, vagy akár mondjuk a gyülekezet életébe, bárhova. Jézus nem nézte ezt. Jézus adott. Mert a mérlegelés legtöbbször, és nézzétek meg, legtöbbször abba az irányba megy el, hogy nem fogok neki segíteni. Mindig meg lesz az ok. Most ezért nem, most azért nem, most amazért nem. És az emberek tovább mennek az útjukon betegen, Istentől elválasztottan, poklosan. Nem érlegelj, nem érlegelj. Néha azt nézzük, hogy és ha én kerülök ilyen helyzetbe, ő lesz, aki nekem segít? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ha Jézus korának elvárását követte volna, akkor 10-ből csak 9-et gyógyított volna meg. És pont azt nem gyógyította volna meg, aki visszament megköszönni. Kis kérdés. Van 10 éhes ember. 3 muszlim, 2 buddhista, 2 hindu, 2 Jehova tanúja, és egy evangéliumi hívő. Kinek segítesz? Mindenkinek, persze. Jó duma. Ott van bennünk az, hogy hát azért csak az evangéliumi hívőnek. És még meg is tudjuk mondani, hogy legyetek segítőkészek, leginkább a ti hiteteknek a cselédeivel, de Jézus nem válogatott. Nem válogatott. Ne a köszönetért segíts, hanem azért, mert Jézus erre tanít téged. A háladás az a plusz, amit nem kér Isten, de jól esik neki. Nem értem, hogy mi a baj ezzel a történettel. Jézus Krisztus azt mondja, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, pont. Elmentek? Megmutatták magukat a papoknak? Akkor mi a gond? Nem mondta Jézus, hogy jöjjetek vissza és köszönjétek meg. Tehát szigorú értelembe véve, ők mindenben azt tették, amit Jézus kért tőlük. Úgy látszik, Jézus nem volt jó marketinges. Nem kérte tőlük Jézus azt, hogy jöjjenek vissza, adjanak hálát neki. Nem kötötte a gyógyulást a köszönet nyilvánításhoz. Gondoljátok, azt mondta volna Jézus, nem jöttetek, újra legyetek poklosok. Megtehette volna meg? De nem. Jézus feltétel nélkül segített. Azért azt lássuk meg, hogy itt nem megfázásról van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy 2 köhintettek, és akkor most, vagy Péter anyósa, hogy lázas, és akkor ráteszi a kezét Jézus, és meggyógyul. Itt halálos betegségről van szó. Egy halálos betegségből meggyógyulni, és még annyit sem mondani a mesternek, hogy köszönöm,
azért ez jelez valamit. Tudjátok, sokan úgy nézik, úgy tekintenek az Úrra, hogy neki az a dolga, hogy segítsen. Ő azért van. Pedig nem. Pedig nem. Az, hogy segít, az, hogy meggyógyít, az Isten kegyelme. Még a hívőknek is Isten kegyelmeként kell megélni. Nem arról szól a történet, hogy Istent az én magam szolgálatába állítom, mint egy megrendelem, mint egy elvárom azt, hogy ha bajba vagyok, akkor ő jöjjön és segítsen, mert ezért Isten, ezért van, ezért adtam oda neki az életemet. Nem. Bármit, amit Isten tesz a te életedben, az kegyelem, ajándék Istentől. Isteni csoda az, hogy Jézus lehajol, meghallja őket, és irgalmasan beavatkozik, mert szeret. Ez nem elvárás szinten működik. És tudjátok, a háladásnak az egyik nagy próbája az, amikor Isten nem pontszerűen cselekszik, hanem folyamatában cselekszik az életünkben. Van egy veszélyes élethelyzet, veszélyes közlekedési szituáció, megmenekülsz. Könnyű hálát adni Istennek? Úgy gondolom, hogy könnyű. Vannak olyan pontszerű beavatkozásai az Istennek, amikor az imádság, a segítségkérés és a megoldás időben szinte egybeesik. Nem is lehet másra gondolni, mint arra, hogy az Úr Jézus most meghallgatott. Bartimeus azonnal látott. Péter anyósát azonnal elhagyta a láz. Az ilyen azonnali isteni beavatkozások szinte vonzzák a hálát. Nem lehet nem észrevenni. Vannak olyan imádságok, amikor szinte még ki sem mondod az imádságodat, és már meghallgat az Isten. Ajkadon sincs az, hogy már egészen értem azt. Ha nem sok idő telik el az ima, a kérés megfogalmazás és a beavatkozás között, akkor természetes, hogy megköszönjük. De itt azt olvasom az igében veletek együtt, hogy amíg odaértek, addig tisztultak meg. Tehát volt egy ideje a gyógyulásnak. És lehet, hogy nem a rögtön Jézus szava után, hanem mentek mondjuk 5 kilométer, 10-et, akármennyit, és közbe vették észre magukon, hogy jé, meggyógyultam. Először talán csak enyhültek a problémák, aztán a gyógyulás jelei jelentkeztek, és mire odaértek, addigra már meg tudták állapítani a papok, hogy megtisztultak. Ez egy folyamat. Vajon, amikor Isten folyamatában hallgat meg, kevésbé értékes? Nem. De amikor Isten folyamatában hallgat meg, akkor megvan az a veszély, hogy azt gondoljuk, hogy hát tulajdonképpen jó-jó lehet, hogy Isten is benne volt ebbe az egészbe, de hát azért én mentem oda a papokhoz. Én is tettem a gyógyulásomért. És akkor az Isten dicsősége csorbát szenved. És éppen ezért, amikor Isten folyamatában segít meg valakit, akkor nagyon-nagyon figyelnünk kell arra, hogy Isten beavatkozásának tudjuk az egészet. Mondjuk valaki kigyógyul egy mély depresszióból. Az így megy? Nem. Hónapok, évek. De azt is Isten cselekszi. Vagy valaki mondjuk egy rákos betegség után kimondják rá a kemoterápia és a sugárkezelés után 5 évvel, hogy
tünetmentes. Ez kisebb csodája az Istennek? Nem. Egyáltalán nem. Vagy amikor valaki anyagilag megrendül, és Isten 5-6 év alatt hozza egyenesbe a család költségvetését, ez kisebb csodája az Istennek? Nem. De értsük meg, és higgyük el azt, hogy igen, Isten számára a folyamatos csodák is értékes csodák. Úgy látjuk az igében, hogy a hála, az Isten iránti háladás utat nyit Isten további ajándékai felé. Ez a leprás nem azért ment vissza az Úr Jézushoz, hogy visszamegyek, megköszönöm, akkor biztos örök életet is ad. Nem. A legtermészetesebb volt neki, hogyha valamit kapok Istentől, azt megköszönöm. Elment, és amikor elment, akkor Jézus azt mondja, hogy most már menj vissza, de már nem csak testi gyógyulást kapsz, hanem szellemi gyógyulást is, a te hited megtartott téged. Ez az a plusz, ez az a bónusz, amire nem számított, nem várta, de mégis megkapta Istentől. És lehet, hogy azt mondta ez a leprás, hogy Uram, én nem kérni jöttem, hanem megköszönni alapvetően. És az Isten azt mondja, hogy én meg ezt akarom neked adni. Hadd adjam meg ezt is. Ha Isten felé hozod a te háládat, és hozom az én hálámat, akkor Isten betöltheti azokat a szükségeket is, amiket nem mondtál még el neki. Mert ennek az embernek az életében szükség volt az örök élet, szükség volt a hit, főleg samáriaiként. De nem mondta el, nem fogalmazta meg, nem kérte, de az Úr Jézus tudta, hogy neked erre van szükséged, és megadom neked, amire szükséged van. És Isten Jézus Krisztusban betölti azokat a szükségeinket is, amiket ő valós szükségüknek lát. Hozod a te háládat, Jézus betölti a te szükségeidet. A betöltött szükség után hozod a háládat, Isten betölti a további szükségeidet. Ez egy folyamatos áldás út. Az Úr Jézus Krisztus megkérdezi ezt a meggyógyult embert, hol van a többi 9? Ez kb. A gyülekezetben úgy szokott történni, hol vannak azok, akik nincsenek itt? Hát mit tudom én? Miért engem kérdezel? Miért nem őket kérdezed? Jézus nem tudott ez az ember mit válaszolni rá. Mert nem az érdekelte, hogy ők miért nincsenek itt, hanem őt az érdekelte, hogy én miért vagyok itt. És milyen megdöbbentő, hogy azok, akiknek ott kellett volna lenniük, akiknek szinte egymást megelőzve kellett volna oda rohanniuk az Úr Jézushoz, valahol a hálaadásban kicsúsztak ebből az útból. És az, akitől abszolút nem lehetett várni, nem kellett várni, az az ember viszont odament és hozta az ő háláját. Különben, csak halkan jelzem meg, ez ma is így van, azok, akik kevésbé jól szituáltak, akik kevésbé tartoznak az elithez, ma is azok hálásabbak az Istennek, mint akiknek úgymond hivatalból hálásabbaknak kellene lenniük. Emlékszünk Simon házára? Amikor bemegy az Úr Jézus, és az az asszony azokat gyakorolja hálából,
amit a házigazdának kellett volna kötelességből. És az Úr Jézus nagyon óvatosan, tapintatosan, de mégis azt mondja, hogy én bejöttem a házadba, és te ezt és ezt nem tetted meg. Nem én lettem ettől kevesebb, mondja az Úr Jézus. Te lettél ettől kevesebb. Hogy nem adtad meg nekem azt, amit megadhattál volna. Nekem betöltötte az Atya a szükségemet, mert itt van egy hölgy, ő megtette. De te is megtehetted volna. És valahogy erről szól ez a hol van a többi kilenc, hogy ők is megtehették volna. És ki tudja, hogy mit kaphattak volna pluszban az Úr Jézus Krisztustól. Ők nem tették meg, csak saját maguk tudják, hogy miért nem. És elmaradt az életükből a legfontosabb. Mert Jézus csak ennek mondta el, hogy a te hited megtartott. Lehet meggyógyulni. Lehet Istentől gyógyulást venni. Úgy, hogy nem kötelezed el magad mellette. És lehet, hogy az Isten meg is gyógyít. Mint ahogy meggyógyította a többi kilencet is. Van erre példa? Csak az a baj, hogyha valaki egy Istentől kapott ajándék, gyógyulás, segítség után úgy gondolja, hogy nekem csak ennyire kellett az Isten. Miután SOS-ben odarohanok hozzá, elmondom a bajomat, a nyűgömet és mindent, ő segít, akkor én megyek tovább úgy, mintha mi se történt volna. És az Úr Jézus, ez engem megdöbbentett ezeket az igéket olvasva, hogy azt mondja, hogy oké, mehetsz. Nem vonom vissza. Nem leszel újra poklos. Viszont lesz egy nagy hiány az életedbe. Az, hogy nem leszel velem egy élő közösségben, nem lesz hited. A te hited, a velem való kapcsolatod nem lesz egy szoros, életre szóló kapcsolat. Lehet, hogy pár év múlva ezek az emberek más betegségükkel, más bajukkal, más nyűgyükkel is kereshették volna, nem az Úr Jézus, mert ő már a mennybe ment, a tanítványokat, vagy a gyülekezetet, és lehet, hogy akkor is kaptak segítséget, és lehet, hogy utána is tovább mentek úgy, mintha ez járna nekik. Hát tudjuk meg azt, hogy az isteni segítség az nem jár. Megadhatja az Úr, mert megadhatja. Nem vonja vissza. De Isten többet akar adni annál, mint amit átvettünk tőle. Miért nem ment vissza Jézushoz a többi kilenc? Vélt válaszok. Tulajdonképpen én nem vagyok hálátlan természetű, csak először meg akartam mutatni a családomnak, ismerőseimnek, hogy egészséges vagyok. Utána megköszöntem volna, de Jézus már tovább ment. Természetesen köszönetet akartam mondani Jézusnak, de csak nem megyek oda hozzá azzal a samaritánussal együtt, hiszen én hívő izraelita vagyok. És mielőtt sikerült valakit találnom, Jézus már tovább ment. Nem akartam pusztán szavakkal köszönetet mondani, hanem egy szép ajándékkal. De én szegény ember vagyok, semmit sem találtam, ami megfelelt volna. Tulajdonképpen én meg akartam köszönni Jézusnak. Mielőtt megmutattam magam a papnak, meggyógyultam, de nem tudtam, hogy mindig így lesz-e. Most már tudom, de Jézus nincs többé. Majdnem visszamentem én is a samaritánussal, hogy Jézusnak megköszönjem a gyógyulást, de akkor sok ember előtt kellett volna kimondanom, akik körülvették, hogy leprás voltam, de te meggyógyítottál. Szégyeltem magam. És nem mentem vissza. Tulajdonképpen köszönetet akartam mondani Jézusnak, de aztán eszembe jutott, hogy azért a sok jóért sem várt köszönetet, amit nagyon sok emberrel tett, így én se ragaszkodtam a köszönethez. Máskor nem vagyok hálátlan, de a viszontlátás örömében megfeledkeztem róla. A sok leprás közül biztos
Jézus azért gyógyított meg engem, mert nagyon rendes ember vagyok. A samaritánustól is megkérdeztem, miért köszönte meg? Ha nem vennék levegőt, nem élnék. Nem tudtam volna anélkül hazamenni, hogy ne mondjak köszönetet Jézusnak. Valahol erről szól a háladás. Arról, hogy észreveszem Jézus Krisztusnak a munkáját, azt, hogy mindenben ő van velem. Abban velem van, hogy fel tudtam kelni reggel. Mert van, akik nem kelnek fel reggel. Abban is velem van az Úr Jézus, hogy valamit az asztalra tegyek. Nem kell éheznem. Hogy van fedél a fejem fölött, és nem vagyok hajléktalan. Tudjátok, hogy nagyon sok hajléktalan, nem azért hajléktalan, mert az akart lenni, hanem mert olyan helyzetbe került. És kukázik, és kéreget, és mi se vagyunk semmivel sem különbek nála. Hálát adni azért, mert van, ahova bemehetsz dolgozni, van iskola, ahova elmehetsz. Ez is Isten ajándéka. Hálát adni mondjuk a férjedért, a feleségedért. Mert nem mindenütt van olyan a család, hogy a férj és a feleség otthon van. Hálát adni a gyermekeidért. Mert nagyon sok terméketlen házaspár van, akik hiába szeretnének, nincs gyermekük. Folytassam. Nincs az életünknek olyan területe, amiért ne adhatnánk hálát az Istennek. És én arra bátorítalak, arra motiválok benneteket magammal együtt, hogy igen, köszönjük meg Jézus Krisztusnak azt, hogy ő ott van a mi életünk minden pillanatában. Akkor is, amikor érezzük, és akkor is, amikor nem érezzük. Akkor is, amikor a vele az áldottság azt jelenti, hogy túlcsorduló módon vannak áldásaink, és akkor is, amikor úgymond megvan az aznapi kenyerünk, és nem több. Ez is hálára valók. Itt volt 10 leprás, akinek az életében hatalmas dolgot tett Jézus. Egy visszament, és annyit tett, hogy arcra borult, és megköszönte Jézusnak. Boruljunk mi is arcra Jézus előtt. Köszönjük meg neki azt, hogy beavatkozott az életünkből, meggyógyított. Meggyógyított a bűnleprából, nekünk is hitet adott, és olyan hitet adott, ami megtart egészen addig, amíg el nem jön. Amen. Ó, ne hagyd magamra, Jézus, add ki a szívem, hogyha másnak az kegyelme, előlem se menj. Jézus, hadd ki a szívem, hogyha másnak adsz kegyelme. Nyugalmat és békét nékem. Lásd, itt állok bűnbánóhon, vigasztal szívem. Jézus,
szívem, hogyha másnak adsz kegyelmet, előlem se menj. Te vagy a vigasz forrása, bűnösök üdve. Nyugodalma és legjobb része. Jézus, Jézus, halld ki a szívem, hogy másnak adsz kegyelmet. Hogy hálás vagyok a Úrnak. Kegyelméért, szeretetéért, amelyel hordozott, ebben az esztendőben érhettük meg feleségemmel, hogy 40 éve kezdtük el a lelkészi szolgálatot Sáj nevű kis faluba, és akkor kezdtük el a közös életünket is, 1979-ben. Hát ez egy hosszú idő, vagy rövid idő, nem is tudom, hogy mondjam, de jó volt megtapasztalni mindig az Úrnak a kegyelmét és szeretetét. És különösen az utóbbi időkben, ugye mindenki tudja, hogy feleségemnek jött egy betegség, amely ugye hát nem tudtuk, hogy mivel fog majd záródni, de én megijedtem, ő nem, hogy mi lesz. És hát az Úr kegyelmes volt, most ő úgy néz ki, hogy tünetmentes, hát még 4 évig kell, de én hiszem, hogy az Úr megőrzi az ő életét, és az együttes életünket is, és még tudjuk őt szolgálni. A én szívembe is, de mind a kettőnknek a szívébe ez a hála van, vagy ezért van hála. Meg hát egy unokát is kaptunk az Úrtól, ami ráadás ugye az életünkben, és boldogok vagyunk. Én is kívánom a testvéreknek az örömöt, az áldást az életükbe, hogy tapasztalják meg minden nap azt, hogy jó az Úr. És kényszeríteni senkit nem lehet, bár ugye a Szentírásban olvassuk, hogy adjatok hálát. Ez nem parancs, hanem ha szívünkben valóban ott van Isten szeretete, akkor van hála. Valaki mondta, hogy a hála egy olyan gyümölcs, amely csak mély alázatban tud megteremni. Hát adjon az Úr a mi szívünkbe is alázatot, engedelmességet, szeretetet, hogy sok-sok hála gyümölcs teremjen a mi szívünkben is meg. Én megköszönöm Békési Sándor testvéremnek a szolgálatát. Köszönjük, hogy eljött ide Barcikára, a régi szolgálati helyére, és kívánjuk az életetekre az Úr áldását, a családra is, gyülekezetre is, és köszönjük, hogy itt vagy, és köszönjük az Úrnak, hogy adott erőt a szolgálatodhoz. Köszönjük szépen, áldjon. Gyülekezetnek is köszönöm, hogy itt lehetek, és itt lehettünk. Gyermekemmel együtt, feleségem is nagy szeretettel köszönt mindenkit. És az egy jó hír különben, hogy Eger csak 60 kilométer. Tehát közelebb van, mint Győr.
És ebben van azért egy olyan lehetőség is, hogy talán többet is fogunk tudni találkozni, hogyha Isten megengedi, és Isten összeköt bennünket újra és újra. Én nagy örömmel vagyok itt közöttetek, jó itt látni benneteket, és kívánom azt, hogy az Úr áldjon meg titeket továbbra is, szaporítson benneteket az Úr, mélyítse továbbra a ti ragaszkodásatokat, hiteteket, hálaadásatokat velünk együtt. És természetesen az Eger Szólát és az Egri gyülekezetnek is hozom a köszöntését. Az ottani testvérek is szeretettel köszöntenek benneteket. Mi megküldjük a köszöntésünket az Eger Szóláti testvéreknek, meg az Egri testvéreknek is, és köszönjük az Egri testvérnőknek, hogy eljöttek és bizonyságot tettek. És adja az Úr, hogy ne csak ez a mai nap legyen a hálaadás napja, hanem a holnapi nap is, meg a holnap után is. Amíg az Úr éltet bennünket, hadd legyen ott a öröm a hálával együtt a mi szívünkbe, az Úr felé. Köszönet mindenért. További áldást kívánok a testvéreknek. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus! Köszönjük Senikám még egyszer! Margitkát pedig köszönjük! Sajnálom!